Barta Mónikát, a Pulzárt Fesztivál koordinátorát köszöntöm telefonon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is köszöntöm Önöket és a nézőket. Köszönjük, hogy a kezdés előtti hajrában időt szánt ránk. Azt mondják, az idei Pulzárt Fesztivál sok szempontból lesz formabontó. A ma 5 órakor induló esemény is ilyen. Mi fog történni az Old Hídon? Hogyha jól néztük a programot, akkor ott kezdődik. Igen, készen állunk az 5. Pulzárt Kortárs Összművészeti Fesztivál megnyitójára, ami egy SMS játékból született kiállításnak a megnyitója is egyben az állomási Old Hídon. SMS-ben kérdeztük meg a mai fiatalokat, a Z-generációt, hogy mit éreznek, mit hallgatnak, mit gondolnak, vagy mi az, ami nekik örömet okoz, és a beérkezett válaszokból válogattunk ki jó néhányat, ezeket nyomtatott formában az állomási híd korlátjára helyeztük ki, és akkor ezt a kiállítást nyitjuk meg 5 órakor. Már is elmondhatjuk, hogy a kiállítás ma felkerült, és már nagy érdeklődéssel olvassák az emberek ezeket az üzeneteket. Helyi, hazai művészek, vagy pedig nemzetközi ismertsége rendelkezők is szerepelnek a kínálatban. Hogyan állították össze a programot? A program az mindig egy közös ötletelésnek az eredménye, amelyben Sepsiszentgyörgyi alkotók, művészek, kultúra szervező egyének, szervezettek, kulturális intézmények teszik hozzá mindenki azt, amihez a legjobban ért, ebből szokott kialakulni a Pulzárt programja. Törekedünk arra, hogy erősítsük a nemzetközi vonalat éppen azért, hogy olyan produkciókat tudjunk elhívni, amelyek nem jártak még akár Romániában sem, így idén a Pulzárt Fesztiválon lesznek vendégeink Nagy-Britanniából, Németországból, Franciaországból, Ausztriából, Lengyelországból, Japánból is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a helyi művészek is helyet kapjanak, és lesz olyan produkció is, például a fesztivál zárókoncertje, ahol egy japán producer helyi vonós négyessel kiegészülve fog koncertet tartani. Azt írják, hogy a Z-generációra hangol az 5. Pulzárt, ezt hogyan, milyen eszközökkel teszik, és picit írja körül, hogy kicsodák ezek, akik a Z-generációba tartoznak. Hát ez a mai fiatalokat fedni, akik az ezredforduló után születtek is, mivel azt tapasztaltuk, hogy keveset tudunk mi magunk is róluk, vagy az idősebb generáció és a mai fiatalok között van egy kommunikációs szakadék, ezért egyrészt az SMS játékkal és kiállítással próbáltunk egy betekintést nyerni az ő érzésvilágukba, gondolkodásmódjukba. Ugyanakkor programok összeállításába törekedtünk arra, hogy úgymond fiatalos programkínálatot állítsunk össze, elkezdve a koncertekig, vagy az esti buli helyszínekig, a színházi előadásokig. Olyan programokat próbáltunk meghívni, amik erősen behozzák a digitális világot, a digitális művészetet, tehát ötvözik a művészetet digitális formákkal. A nézők közben láthatják a fesztivál vizuális elemeit és azt, hogy honlapon hogyan lehet majd és hol rákeresni a vonatkozó információkra, úgyhogy programot nem mondunk el. Arra kérdeznék rá, hogy milyen tereken van jelen a fesztivál, illetve hogy aki kedvet kap rá, mert hogy a következő napokon még mindig el lehet menni, be lehet jelentkezni, hol lehet jegyet váltani, hol találja meg magukat. Jegyeket a Városi Kulturális Szervezőirodában a főtérről nyílik, az iroda ajtója ott lehet személyesen vásárolni, illetve online a biletmaster.ro weblapon, de ha a pulzárt.ro weblapon ellenőrzik a programot, ott is össze van kapcsolva a jegyvásárlással, tehát onnan is rá lehet kattintani. A főtéren vannak köztéri installációink, amint említettem, az állomásidő kiállítás, ezen kívül használjuk a Tamás János Színház nagy termét, a Lábas házat, a Tejuteja házat, a Kőszínházat, a galériát, a kamaratermet, a művészmozit, tehát gyakorlatilag próbálunk belakni minél több teret. Például a polgármesteri hivatal S2 termében is lesz egy színházi előadás az Ernelai Farkaséknál. Barta Mónika, köszönöm szépen a bejelentkezést, hát én sok sikert kívánok a fesztiválhoz, érdeklődve követjük, hogy miként zajlik. Viszont hallásra. Köszönöm szépen.